A karcagi járásbíróság idén márciusban állatkínzás büntette miatt 1 év 7 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte azt a 32 éves ebszaporításból élő karcagi férfit, aki 148 kutyát tartott kisméretű kennelekben megfelelő táplálék és orvosi ellátás nélkül. A férfi az állomány felének elvágatta a hangszálait azért, hogy a szomszédok ne vegyék észre, milyen sok kutyát tart. Az ítélet nem jogerős, mivel az ellen az ügyészség fellebezést jelentett be a vádlott terhére súlyosításért, ugyanakkor a vádlott és védője tudomásul vették az ítéletet. A bíróság az ítélet meghozatalakor súlyosító körülményként értékelte, hogy igen nagy számú kutya volt érintett az állatkínzásban, ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott büntetlen előéletű, és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal még 2020-ban több mint 7 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki vele szemben, illetve 8 évre eltiltotta az állattartástól. Az ügy a szolnoki törvényszéken folytatódik.